Kintről nézve még nincs változás, bentről viszont már szinte felismerhetetlen a régi Esze Tamás iskola épülete Sárospatakon. A beruházás projektnyitó rendezvényén elhangzott, hosszú évek óta készül már a város az épület felújítására, azonban a közigazgatási rendszer átalakítása jelentősen átírta a kezdeti terveket. Miután döntöttek a beruházás elindításáról, az önkormányzatnak már csak azt kellett megvárnia, hogy elkészüljön a Rákóczi iskola felújítása, hiszen addig helyet kellett biztosítani az iskolásoknak. Miután befejeztük a második Rákóczi Ferenc általános iskolának a felújítását, akkor pöröghettek fel az események. Nem sok időnk van rá, a közbeszerzési eljárás után a munkaterületet átadtuk. 6 cég indult a közbeszerzési eljáráson, 2 fordulós közbeszerzési eljáráson, és nagyon örülünk annak, hogy a második fordulóban egy sárospataki cég, az Épszer ZRT volt az, aki elnyerte ezt a munkát. A projekt iránt nagy az érdeklődés, hiszen a jelenlegi információk alapján a felújítás alatt álló épületben lesz majd 2013-tól a Sárospataki járás székhelye. Az épület további működéséről Komáromi Éva adott tájékoztatást. A jegyző elmondta, elsőfokú hatóság kap majd helyet a felújított épületben. A kormányhivatal kirendeltségeként fognak működni a járási hivatalok, és azokat az államigazgatási ügycsoportokat fogják intézni, amelyeket a helyi önkormányzatoktól vesznek át, és ezentúl kizárólag állami feladatként kerülnek ellátásra. Hangsúlyozottan ezek elsősorban igazgatási feladatok lesznek, jelenleg az okmányirodai igazgatás, illetve a gyámhivatalok feladatköre kerül át, illetve egyes igazgatási, szociális és gyermekvédelmi feladatkörök. Az integrált szolgáltató központ kialakításának végső határideje december 31-e. Az épület külső jegyei nagyban nem változnak meg, belső terei azonban tágasak lesznek, és liftet, ügyfélvárót, valamint számtalan irodahelyiséget is kialakítanak majd.